Többek között például orvosi felügyelet alá helyeztek bennünket, nevezetesen megmérték a vérnyomásunkat adás előtt, adás alatt, adás után, sőt, ilyen kábelek lógtak ki a karunkból, meg a zakunk háta mögül, és az EKG gépen nézték, hogy milyen változást jelent a kamerák előtti szereplés. És az volt a megdöbbentő, hogy amikor befejeztük a napi adást, akkor nem vettek le a gépről, hanem még egy darabig rajta hagytak bennünket. Nézték, hogy tulajdonképpen mennyi ideig tart a stresszes állapot, mennyi ideig tart egy felfokozott, felfűtött állapot, és abbra megdöbbentő eredményre jutottak, hogy szemben a normál emberek mondjuk ijegységi helyzetével, tehát hogyha valaki megijed, akkor felszalad az adrenalin szint, utána abban a pillanatban, amikor rájön arra, hogy fölösleges volt az ijedelem, akkor gyorsan leszáll. Ezzel szemben a képernyőn szereplés után 2-3 órát tartott még ez a magas adrenalin szint és a magasabb pulzusműködés és a szívnek a erőteljesebb kilengése, és csak nagyon-nagyon hosszan és nagyon lassan állt vissza az eredeti normál állapotra. Ha nem lesz ez a szerelem a televízióval, akkor vagy idegenvezetőként, vagy az idegenforgalomban helyezkedtem volna el. A másik lehetőség pedig, én magyar-orosz szakon végeztem a főiskolán. Hát igen, ez is régen most volt. Már, de hát most már itt világosan felismerhető. Igen, ez már én vagyok. Az a frizura, amit azóta is konzervatívan viselsz. Igen, itt ma hallgattam az egyik kereskedelmi adón, egy mesterfodrász volt a vendég, és mondta, hogy a sima haj az manapság nem divat. Úgyhogy ma én egy ódivatú frizurával jöttem önökhöz, kedves nézők, és hozzád. Bravúra kárán bekerültem, tehát papíron 1979. október 15-én, ez egy hétfői napra esett, még mérnök voltam, 16-án papíron, szerkesztő kötél, riporter, ami mellbevágt az osztályt, ráadásul olyan szerencsétlen pillanatban, hogy a Gyulai külföldön volt, a Szényi Jancsi betegállományban volt, a Dávid Lapagya a lánya volt, ő arra még egyedül maradt, és szembe találkozott egy olyan osztályjal, mely osztály bizony-bizony erkölcsileg nagyon sok mindenben támadható volt már akkor is, és jött akkor egy padgyerek, egy ártatlan hülye, és így kerültem. Várjál csak, az, hogy erkölcsileg nagyon sok minden szempont szerint támadható volt, ez alatt te mit érted? Azért kell, hogy kérdezzem, mert én nem voltam akkor a Telesportnak a munkatársa. Kizárólag a magánéletet, kizárólag szakmai szempontból nekem megítélni vagy ítélni embert nem lehet, még akkor is, hogyha én ennék a tízszeres vitrai. Na most ez messze nem vagyok, nem is voltam, nem is szeretném, hogy az legyek. 86-ban egy olyan különleges dolog történt velem, amelynek nyomán súlyos depresszióba estem, és ezt nem akartam a nézők nyakába varni. Egész egyszerűen nem a köznyelvi értelemben vett depressziós hangulatról van szó, hanem klinikai, tehát fizikai, fiziológiai betegségről van szó, volt szó akkor is. Ez 8 évig tartott, végülis ezért hagytam ott a bemondói munkát, mert azt mondtam, hogy én ebben a fizikai és lelki állapotban nem vagyok képes azt a fajta magatartást adni, és azt tenni, közölni a nézőkkel, amit eddig tettem. Tehát végül is ez nem tartozik másokra, és akkor elmentem. A kiváltó ok a televízió volt? Nem. Nem a televízió. Na végre valami jó is a televízió. Nem, az engem nem érdekelt, mert annyi minden mást csináltam, és olyan hátterem volt, olyan meleg, mindent kielégítő családi hátterem volt, hogy ezek úgy leperegtek. Én minden nap bejövök Pestre. Van egy McDonald's falatozó, ahol 9:30 és 10:30 között megtalálható vagyok. Oda jönnek volt tanítványaim, oda jönnek volt ellenségeim, oda jönnek barátaim, és különböző dolgokat megbeszélünk, intézünk, leveleket írok. Akkor egy órácskát szoktam ülni padokon, vagy a körúton, és akkor is oda jönnek, vagy egy téren, főként a Gutenberg téren, szeretem nézni az óvodáskorú gyerekeket, amint ott játszanak, aztán beszélgetek velük. A napokban egy nagyon érdekes beszélgetésem volt
egy kisleánnyal, egy kínai kisleánnyal, lehet olyan 6 éves, úgy tud magyarul, mint mi, vagy talán jobban, mert ügyel arra, hogy hát nehogy érezni lehessen azt, hogy ő nem magyar. Aztán megebédelek, többnyire a rádió konyháján szoktam ebédelni, elmegyek a könyvtárba, minden nap megyek könyvtárba, azért, mert annyi pénzem nincs, hogy annyi újságot járassak, mint ahány újsághoz hozzájutottam aktív újságíróként, elolvasom a lapokat, könyveket kölcsönzök, beszélgetek az ottaniakkal, és aztán hazamegyek. Azt a csapatot hagytad ott, amelyiket a leginkább kedveltél. Igen, de nekem ez belül egy hatalmas elhatározás. Kifele nem mutatom soha az érzelmeimet annyira, hogy tudják, hogy belül mi van. Elég volt nekem egy pár szó csalódni, szóval most már nem akarok. Visszaért az őszinteségeddel? Igen, pont azok, akik nem kellett volna. Akkor elmentél Mészőihöz. Igen. Kálmán. Igen, segített, de ott sem sikerültek úgy a dolgok. A Vasas ez egy teljesen más világ volt az Újpest után. Ott egy klikkek voltak, ott nem lehetett sehova odaférni. Tehát nem fogadtak be? Nem. Nem fogadtak. Mondjuk ezt érthető is. Mondom, ott egy saját kis kialakult gerinc volt, ott egy idegen voltam. Nem fogadtak be. Hát tudtál volna segíteni a Vasasnak? Meg voltak ott a jó barátságok mindenhol.